egyszerűsített gyerekportré technikát szeretnék megmutatni nektek. Itt van például egy nagyon aranyos kisgyerek, és szeretném elmondani először a különbségeket, hogy mi a különbség a felnőtt arc és a gyerek arc között, de ahhoz menjünk ide ehhez a rajzhoz, és akkor vegyük végig. Tehát ami különbség van az az, hogy ha itt meghosszabbítanám ezt a részét a fejnek, ami a kalap alatt van, akkor ez a távolság, meg ez a távolság nem pont feleződik úgy, mint a felnőtteknél, hanem a gyerekarcnak a szem és az áll közötti távolság kisebb. Tehát olyan, mintha így össze lenne nyomva egy picit a feje. A másik különbség, hogy az óra is kisebb, mint egy átlag felnőtt embernek, a gyerek órok kisebbek, és olyan kis pisze órok. Az orr és a száj közti különbség viszont nagyobb, mint